Hali papi, mami, üdvözöllek benneteket, egy újabb videó kommentekre válasz videóval jelentkezem. Kezdjünk is bele, ugye, aki nem tudná, mostantól így videókban válaszolok a kommentekre, és akkor nem kell gépelgetnem sokat, majd lassan megszokjuk, és akkor jó lesz. Itt egyébként szívtam itt az Open Broadcast-tel egy csomót, ami nem akart rögzíteni, remélem, hogy most rögzít, fogalmam nincs, hogy mi baja van éppen. Róza papírja, nagyon tehetséges vagy, Podi király lett, ezt a Terminátor fejhez nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök, hogyha tetszik neked is. Alkalmottán írja az Ádám keresévát videó alá, hogy megnéztem én is a műsort, annyira nem vészes, sima egyszerű átlagos buta emberek vannak benne, és így is viselkednek, mint az utcán vagy bárhol, az, hogy mesztelenek nem igazán számít, az ember 3 millió, az állatok meg 3 milliárd éve mesztelenek egymás előtt, a többiek az éghajlat és későbbi szokások miatt csak pár tíz éve nem, na és a természet nép nem csinálnak ebből ügyet, a gyerekek sem, a többi igaz, a mocsok, a média, a globalizáció és az anyagiasság, az ostobaság, na ez itt a gond, nem a mesztelenség, sőt természetben miután születésről fogva kukikat meg punikat lát mindenki, pont hogy elveszti a pornó és azon dolgok élét, amit a videó szól, nem lesz nagy dolog, nem lesz tárgya a versengésnek, hogy kivel hányszor, kinek van szilikon, meg kinek nem, mert ezek csak szervek, mint láb, kéz, orr, akármi, akkor van lehetőség inkább azzal versengeni, hogy kivadászik ügyesebben, kifőz jobban, kigyűjt bogyót, kimesél jobban történeteket, stb. Hát ezzel teljesen meggyőztél azzal, hogy ezek tényleg csak szervek, és igazából önmagában nem jelentenek semmit, csak ugye hát itt az a probléma, hogy már nem így szocializálhatunk, illetve a társadalom nem ilyen, hogy ezt tehát nem tudjuk visszacsinálni, vagy tehát ez olyan, mint hogyha nem is tudom, tehát ez akkor működne, ugye, hogyha előről kezdeni mindent, de mivel most már nem ilyen, hogy mesztelenek vagyunk, így a mesztelenség önmagában persze az nem rossz dolog, meg az egy természetes dolog, csak mivel nem így élünk, ezért ebben az aspektusban így viszont tehát rossz, nem csak erről beszéltem, de egyébként értem, amit mondasz, de szerintem ezt nem lehet egyszerűen visszacsinálni, tehát hogy most hirtelen mindenki legyen mesztelen, és akkor nem lesz pornó, tehát ezt hogyan tudnánk kivitelezni az életben. Tehát szerintem sehogy nem. De ettől függetlenül meg igazad van, mert hogyha így szocializálódnának az emberek, akkor ez nem pont, hogy nem lenne nagy szám, hogy valaki mesztelen, vagy tehát értem, amit mondasz, tök igaz egyébként. Csak mondom, szerintem ezt nem lehet kivitelezni egyszerűen ma már, tehát hogy pont ez a baj benne, hogy mivel nem így van, ezért viszont furcsa nyilván, hogyha egy valóságshowban, meg szerintem az ugyanúgy rombolja a fiatalságnak a felfogását. Robi írja, hogy királyság, a Terminátor fejre nagyon szépen köszönöm. Áron 777 írja, hogy ezt te készíted, ha igen, akkor te jó ég, le a kalappal, minden elismerésem. Igen, ezt én csináltam, hogyha pár videóval visszamész, akkor láthatod, volt egy Alien, azt is én csináltam, ez agyagból készül egyébként, úgyhogy igen, én készítettem, csak ez még nincsen lefújva, le lesz teljesen krómozva az egész, meg mert még sok dolog van vele nagyon. Hát itt sokan írjátok, hogy nagyon jó lett, azokat most megpróbálok csak a kérdésekre válaszolni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki írta, tök jól esik, hogy így tetszik nektek, úgyhogy nagyon örülök neki. Flashget írja a Nargilem Echo 6-os pipa teszthez, hogy először is a Nargilem Echo 6-ot akartam venni, de nem volt olyan tartály, ami tetszett volna, hiába Bohemia kristály, ez a szívócső gyárilag is jár hozzá, ilyen szar, igénytelen, mindkét kerámia is gondolom kínai. Dudpipát vett, leírja, hogy hány cent is, és nem fog csalódni föl az, aki ilyet vesz. A németek pizzatának gúnyolták, hát itt a magáról a tálcáról beszél, nem akarom most itt hosszasan húzni az időtöket. És óriási bőfüsttel azt szem előtt tartani, mennyivel tovább írják, mint a rozsdásodó egyiptomiak. Igen, itt arról beszél, hogy hiába nagyon szépek mondjuk egy egyiptomi, de hogy mennyivel jobbak ezek a német pipák, például mennyire precízek, tök egyetértek ebben. És egy ilyen,
ez a dad, vagy dud pipa, nem tudom, hogy kell mondani, ez tényleg jó lehet egyébként, úgyhogy örülök, hogy te is így gondolod, hogy ezek nagyon profi pipák. Tamás Marázi mondja, hogy tanács, a golyókat ne hagyd a szelepekben, ha nem használod. Egy-két hónapig nem szívtam vele, és nekem összerosdálta a környezetét ugyanez a típus. Válaszoltak is rá, hogy érdekes, a dudpipán műanyag golyókat tartanak. Na, nagyon jó, hogy írtad ezt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, mert össze furcsáltam, hogy csak rozsdamentes acélnak kell, hogy legyen, vagy rozsdamentes anyagú bevonattal kéne, hogy ellássák ezt a golyót, és csodálkoztam is, hogy ez valószínűleg nem lehetséges. Azonban azóta kiszereltem a golyókat, leteszteltem, tehát mágneshez tettem, és sajnos vonzza a mágnes a golyókat, ami azt jelenti, hogy ez sajnos fém, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a tanácsot, ki fogom szedni, még nem volt időm, azóta egyszer pipáztam, vagy kétszer már is, vagy kétszer már pipáztunk azóta, de lehet, hogy háromszor is, vagy egy kicsit többet, nem tudom. De az a lényeg, hogy most megint olvasom, most komment után fel fogok állni, kiterkerem belőle, tényleg kiszedem a golyókat, mert nem szeretném, hogy összerosdálja. Ez nagyon furcsa egyébként, hogy és az a baj, hogy az Airsoft golyó meg bele se fér, mert ahhoz meg túl tág a luk, tehát valami nagyobb műanyag golyó kéne. Hát igen, a műanyag golyó itt azért sokkal jobb megoldás lett volna, vagy minimum akkor rozsdamentes legyen az a kis golyó is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a tanácsot. Keystone ez ma írta, őt nekünk csütörtökön hozta a futár, ugyanezt a pipát, szín minden egyezik, hozzájáró szívőcsőt gyári, német oldalon találtam, hogy ilyen jár hozzá, de igen, nem valami jó minőségű cső, olyan kérdésem lenne hozzád, hogy a szívócső adapterek alatt, illetve a szelepen van tömítés, enyémnél nincs, csak azért érdeklődik, köszönöm, bőfüstöt kívánok. Te most ugye a maga lettekert szelep alatt gondolod, illetve a maga szívócsöveknek az adapterit, tehát letekelem alatt, tehát nem azt, ahova bedugod, sejtem, hogy erre gondolsz, nincsen nekem se tömítés egyikben sem, nagyon jó zár egyébként így a csavarral is, szóval szerintem nem is szükséges oda, mert ugye azt meg nem húzod rá, mint egy állat, meg igazából azt nem annyiszor tekergeti le föl az ember, hogy ott elkopjon szerintem, de nincsen nekem se hozzá tömítés, úgyhogy nem kell megijedni. Máté Pásztor írja, szia Podi, az lenne a kérdésem, hogy a Nargilem NPS-nek egy lebutított verziója? Lehet, én nem vágom, hogy mire szolgál az Echo nevezés, előre is köszi. Hát itt írta valaki, már válaszolt, hogy kisebb széntálca nem adnak hozzá mosható szívőcső, de elolvastam már olyan is, hogy az Echo nem orvosi fémből készült, az csak az NPS. Elméletileg orvosi fém az Echo. Tehát a honlapon, illetve a webshopban is orvosi fémnek írják. Az, hogy az NPS-nek, meg az Echo között mi a különbség, azt megmondom őszintén, hogy nem nagyon tudom, azt tudom, mert ugye mondjuk egy ilyen NPS pipa az 45 ezer forint. Szóval, hogy valami nagy különbség lehet valószínűleg a precizitása, illetve az elkészítési módja között. Szóval nem hiszem, hogy ugyanazt a minőséget kapod meg 20 ezer forintért, vagy 22-ért, meg 45 ezerért. Azt tudom, hogy a tálca része is az mágneses például, direkt úgy rá tudod tenni a csipeszt, hogyha az is fémből van, meg mit tudom, vannak ilyen speckó dolgai. De nem tudom egyébként, mert nem volt még sajnos... Nem tudtam még egy ilyen pipát kipróbálni, meg élőben sem megnézegetni, hogy mi a különbség, és igazából nem látom websájtokon se, néztem én is, hogy mi lenne a nagy különbség, szerintem sokkal precízebben van elkészítve nyilván. Szia Podi, lenne egy kérdésem, a csiga mire jó? Érdemes rátenni a szén alá tenni egy alufólia csigát? Hát itt hosszasan beszélgettetek, szerintem meg is beszéltétek ezt, ugye itt videóm is van arról, hogyha nagyon érdekel és picit jobban utána nézel, akkor vissza tudsz menni a vízipipás videók között. Van olyan, hogy hogyan tegyünk gyűrűt a pipa alá. Ez azért van, igen, hogy ne égjen meg a dohány. Ezzel nagyon jó pipákat lehet csinálni, akkor mehet rá a három szén, és van pont a kettő között egy annyi különbség része, ahol a hő nagyon jól tud termelődni. Ez főleg egy ilyen, például a normál kerámiáknál, vagy az ilyen mini funneleknél nagyon jó, mert az teletömött szinte a tetejéig, és akkor kell, hogy egy ilyen rész maradjon, ahol a hő így termelődik, ahol nem közvetlenül érintkezik a fólia között.
Én nem azt szoktam, hogy több rétegű fóliát teszek, hanem azt, hogy egyébként tehát két rétegűt használok összvisz, csak egyszerűen gyűrűt teszek alá, ezt egy fém karikából tudsz egyébként csinálni, egy sima fém gyűrűt, és azt befóliázod, de mondom, azt egyszer megmutattam videóban. Szanszú írja, hogy ha egy szívócsővel szívod, akkor a többi két darab szelepcső kivezetése mit kell csinálni? Erre is valaki már válaszolt, hogy négy darab szívócsöt lehet használni. Többet akar szívni, de szerintem nem ez volt a kérdés itt a Nargile Meco 620-nál, hanem az, hogy mit kell csinálni, semmit nem kell csinálni. Tehát a szelepek azért vannak, hogy az szépen zárott. És hát mondjuk most így, hogy ki kell venni a golyókat belőle, mert nem rozsdamentesek, így le kell őket zárni valószínű. Úgyhogy vagy veszek rá egy ilyen záró sapkánkat, amit szerintem lehet kapni, vagy egyszerűen bedugaszolom, tehát ennyit lehet csinálni vele. De alapból, ha egy szívócsővel szívod, akkor semmit nem kell csinálni, tehát a többi az zár direkt a csapágyok miatt. Ez így van kitalálva, szóval nagyon okosan. Csaba Zoványi kérdezi, honnan lehet beszerezni az Eco 620 nargilemet? Hát nem tudom, hát ha beírod a Google-ba, azonnal kidobja, hogy hol lehet. Úgyhogy a Vizipipa már be is linkelték neked, hogy onnan. Adoniel Araval, nem? Nagyon hosszú nevű felhasználónk, az Ádám keresével írt alá, hogy kíváncsiságból belenéztem az említett borzalomba, mert oldalt feljött, és értelmes ember tájékozódik, mielőtt véleményt formál, tök igazad van amúgy. Fiatalokkal foglalkozom, annak ellenére, hogy nincs tévé, mert jutott hozzám a műsor híre. Ott akadtam ki, amikor a csaj azt nyilatkozta, hogy ő meghódít bárkit, mert két csodás szilikonja van, szilikon cicie van, és a srác vevő is volt rá, meg buta nyomulásra, borzalom, hogy ilyen lejáratja a nőket, bár az intelligens nő, meg egy olyan műférfire nem tekint semmilyen komolyabb szándéka, amilyenekhez kell, mert ebben a műsorban elsőként szereplő hím példány. Hát igen, pont erről beszél, hogy sajnos mondjuk én nem megmondom össze, hogy egy ilyen fél műsort tudtam végignézni, mert aztán közben már annyira, tényleg annyira borzalmasan primitív volt az egész, hogy nem is tudtam tovább nézni, meg hát ezek az óriás plakátok, ezek borzalmasak, szóval mostanában találkozok vele egyre többször, hogy ott mesztelenül fekszenek, és akkor az van kiírva, hogy én hűséges vagyok, meg sem tiszta rölje az egész, mindegy, hát vicc az egész. Tony Channel írja, hogy jó volt, köszönöm szépen. Örülök, hogy a tetszett, a trágyavúthoz írta, egyébként tervezem, hogy lesz majd megint. Ádám Patrik írja, a házi vízipipa dohány teszthez, hogy én kevertem 2x40 g dohány epreset, ugyanilyen fajta ízesítővel egy 40 g-os dohányból, nekem 155 g jött ki, már bearomázva, megérve, szerintem megéri, és nagyon finom, is köszi a segítséget. Nagyon örülök neki, hogyha tudtam segíteni ezzel, és hát igen, egy alternatívának teljesen jó, főleg a mostani dohányárak mellett. Az Alien Queenhez nagyon-nagyon sokan írtatok, szintén a Alien királynőhöz, hogy látszik, hogy sok munka van benne, és mindenkinek nagyon-nagyon tetszett. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, mert nagyon jól esik, hogyha így ti is látjátok benne a munkát, meg tényleg tehát így élőben, meg komolyan még szebb, szóval baromi jó, nem tudom, hogy tudnám átadni, majd úgyis, ha lesz valami buli, aztán valaki jön hozzám, akkor úgyis megmutatom, és majd ő is biztos alátámasztja, hogy így valahogy egy ilyen szobor, ez így még jobb életben, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Lolo K. írja, Ádám keresével, az, hogy nagyon jól megfogalmazhatod, hogy mi történik körülöttünk, meg is osztottam a videót. Nagyon szépen köszönöm, hogyha egyetértesz vele, és minden megosztásnak nagyon-nagyon örülünk, ugye, hogy még több emberhez jusson el a videó, illetve maga ez a vlog, amit csinálok, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm. Clockstone írja, a nagy sört ezt, hogy a koronadasör is nagyon finom, egy kis citrommal, csak Magyarországon elég ritka. Nem annyira ritka, szerintem egyébként Tesco-ba lehet koronitát kapni ugyanúgy. Inkább azt mondanám, hogy rohadt drága. Szóval most már majdnem 500 forint körül van egy koronita. Az egyébként, hogy ez egy mexikói sör, én is nagyon szeretem, és citrommal tényleg nagyon finom, de szerintem szürreálisan drága, tehát nagyon fel van hype-olva, ugye főleg, hogyha lemész egy buli helyre, ott meg ilyen majdnem 1000 forintért adnak egy koronitát, szóval teljesen szürreális, nem is értem, hogy ez miért van. De egyébként tényleg nagyon jó sör. Podi FM-hez írta Schüller Dani, hogy 16 vagyok, és hála Istennek én fociztam, bár ma már nem,
mivel nincs kivel, de régen éltem rendes gyermeknek való életet is. Hát azért 16 évesen még azért éljen még gyerekén, hát azért még ne nőjél fel annyira 16 évesen, de ennek örülök, hogy legalább neked is vannak ilyen emlékeid, mert egyre kevesebb sajnos a mai fiataloknál, hogy egyáltalán megmozdulnak, vagy kimennek tényleg sportolni, vagy kint élnek, úgyhogy örülök, ha ilyet hallok, hát szerintem továbbra is azért próbálj meg valamiféle sportot, és menjetek tényleg minél többet ki a szabadba is. Krizialis 85 írja a légriadó videóhoz, hogy azt hallottam, Pesten elég gyakran nyomják a légvédelmi riasztórendszert. Az ember megszokja, ha ne adj Isten élesben lesz, akkor csak röhög, hogy csak próba. Persze évente egyszer elég lenne, főleg, hogy nincs háborús helyzet, főleg nem 3 percig nyomatni őket. Én például múlt nyárig sosem hallottam a szülőfalumban a légvédelmi szirénát, akkor is volt fél perces, remélem sosem fogjuk már élesben hallani őket. Ugye látjátok, hogy nem nagyon írtok ékezeteket, vannak ilyen kommentek, gondolom telefonról, azért döcögős így felolvasni. Igen, egyébként ezen én is gondolkodtam, hogy egyszer tényleg nyomni fogják, és akkor az ember úgy van vele, hogy már, hát jó, ne nyomják soha, tehát az nagyon brutális lenne, de egyébként beszokták előtte mondani, hogy ez próba, és akkor így üvöltenek, de ilyenkor már az ember tényleg nem tudom, hogy egy ilyet hallanék próba nélkül, valószínűleg én is azt hinném, hogy ez megint csak nem az igazi. Meg hát ne legyen ilyen, mert ez brutálisan borzalmas lehet. Így is egyébként tök ilyen összeszorul az embernek a gyomra, így, hogy hallja ezt, nem tudom, tök furcsa érzés, még próbánál is. Ádám keres Évádhoz írta Blaze Loverbone, jól ejtem ki. Szerencsére nem láttam ezt a műsort, de el tudom képzelni, nem tudom, miről változtatna meg az egész, de az biztos, hogy teljesen el kéne rombolni az egészet, és valahogy újra kezdeni. Előbb-utóbb biztosan beüt valami, interesetre azért komolyan örülök, hogy ma nem vagyok 20 éves. Ilyeneket még mondhatná, jó volt hallani mástól a saját gondolataimat tévával kapcsolatosban. Nagyon örülök, amikor valaki ilyet ír egyébként, hogy a saját gondolatait hallja, mert az azt jelenti, hogy tökre egyetért velem, mert ez velem is elő szokott fordulni, hogy hallgatok valakit teljesen, mint hogy egy vlogot vagy egy előadást, és úgy gondolom teljesen, mint hogyha tök ugyanazokat mondaná, amiket én gondolok, mondjuk megfogalmazva, hogy ez azt jelenti, hogy az álláspontunk tökre hasonló, és ennek ilyenkor mindig örülök, hát valószínűleg valaminek tényleg kell történni, mert ez elég borzalmas, ahova tart az egész. Házi vízipipa dohánytesthez írta Don HD, hogy belekezdtem, mennyit lehet ezzel szenvedni, pont-pont, 10. mosás következik nálam kb. Köszi a videót. Nagyon-nagyon szívesen, hát rehetetlen. Tehát, hogy brutális sokat lehet tényleg vele, de most már akkor tudod is, nagyon szörnyű. Tehát, hogy már én is, amikor már ilyen hetedjére mostam ki kell, vagy hatodszorra, már tényleg ugye az embernek minden baja van, szóval eszméletlen. Tényleg sokat el lehet vele tökölni. Levente Fazekas, Podi FM-hez írja, hogy mi a zene címe. Na, hát most erre nem tudok mit válaszolni, melyik zene címe, vagy mit akarsz tudni. Hát most körülbelül 5-6 zene is lement a Podi FM-be. Nem tudom, hogy mire gondolsz, sajnos így. De majd a ilyen zenetrekket majd rakok alá, mert szokták kérni, aztán még elfelejtettem a legújabbhoz rakni. Hát nem keres évet, az írta Danielson Bronco. Jó beszélsz, Pod, ismét nagyot nőtti a szememben, Hali papi, mami. Nagyon szépen köszönöm, hogyha te is egyetértesz ezzel, úgyhogy hát köszönöm szépen, nagyon jól esik. Sanyóca írta az Ádám keresével 100%-ban, hogy igazad van, nagyon fiatal, csak külsőségekre megy, aztán mikor a külsők megnézése után megtalálja a nőideát, akkor döbben rá, hogy a kapcsolatban még nem tud vele együtt élni. Rengeteg erről beszélni, lehet majd én csinálok erről egy vlogot. Várom. Sok szeretettel. Igen, ez egyébként tényleg így van. Úgyhogy én is egyetértek abszolút, hogy ez az ideál, ez teljesen más, de hát ugye ebben a vlogban pont erről volt szó. 7X. Ezek nagymértékben a szülőktől is befolyásolja az ő hibájuk, ez szintén még erre az a videók. Hát igen, sajnos a szülőknek nagyon nagy szerepe van szerintem abban, hogy a gyerekek hogyan fejlődnek, és hogyha elhanyagolják a gyerekeket, akkor történnek ezek a dolgok, pont amikről beszéltem, hogy egyszerűen nem figyelnek a szülők a gyerekek, úgyhogy nagy
Nagy mértékben, sajnos. Szánalmas, miket adnak már. Hát igen, ez tényleg az, szóval egyszerűen borzasztó. Videó kommentek alá, most videó kommentben válaszolok a videó komment, videó alá kommentelt dologhoz. Flashlight, ez a leggyorsabb, legkényelmes formája válasznak, jó, kitaláltad, én engem is érdekelt, legjobb, hol van Budapesten anyagot venni. Serbet Lózsa például jól eláztatta a dobozát, ja, és ez a kis vízi. Igen, hát sajnos, hogyha nem benne hagyod, akkor ezek eláztatják a doboz, pont ez a lényeg. Ez engem is egyébként nagyon ideges, meg a melasz is kifolyik belőle, ami az a jó, hogyha tartja ugye a dohány, nem megszívja valami. Szupi Mester írta, hogy ötletes, letudva minden a videóban, Pödi FM jöhetne még sok, szeretem hallgatni. Nagyon szépen köszönöm, csak elég nehéz összehoznom az FM-eket, mert hát most nem nagyon ér rá senki, meg igazából nekem is rengeteg dolgom lett, meg közben megtört a mikrofon kábel, úgyhogy remélem lehet azért most hallani, úgyhogy azt is ki kell cserélnem, mindig van valami. Kovács Sándornak válaszoltam, YouTube előbb-utóbb ilyen videókat, csak a minden videó alá írtam volna egy kérdést. Gondoltam. Csibe is írta, hogy legelső ember írta, hogy lehetne sűrűbben Podi FM, szerintem is lehetne sűrűbben. Ja, hogy szerinte is. Nagyon jó volt az adása, és később időben live műsorot nem nagyon tudtam elcsípni. Igen, nagyon sok mindenki szeretné, ugye itt, hogy Bolvari Bence is írta, hogy jó adás volt, lehetne gyakrabban FM. Hát igen, próbálkozom nektek, jó, megteszek tényleg mindent, hogy több FM legyen, mert nagyon sokan szeretnék, úgyhogy próbálok sietni a munkámmal, meg minden dologgal, és akkor mindenképp össze fogok hozni még FM-et, mert tényleg szeretitek, és hát azért van FM is, hogy szórakoztasson benneteket, illetve mi is közben jól érezzük magunkat, mert megmondom ezt, én is tök jól érzem magam, miközben az FM megy, úgyhogy mindenképpen rajta leszek az ügyön. Sanyóc írt, hogy én egyszer esküvőn találkoztam, ez a humorérzék videómhoz, Vőfi, aki egész ilyen viccet mesélt nekem, de csak is ilyen fa vicceket, mert nekem minden bajom volt. Befejezett egy viccet, de következő szava már az volt, azt hallottam-e már, hogy... Szerintem ezzel a kommentel búcsúzunk, mert ezek a többit már szerintem megválaszoltam a másikban. Na ez a baj, hogy nem tudom, hogy honnan válaszoltam, ugye? Ja, de erre még emlékszem, hogy az Echo 450-et még megválaszoltam. Úgyhogy akkor ezzel a kommenttel búcsúzom tőletek, hogy favicekkel ne fárasszátok egymást, illetve hát csak a Sanyócára írjatok rá, vagy a Jocira. Joci az nagyon szereti a favicekeket, úgyhogy neki írjatok leginkább favicekeket. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattátok, várom a további kommenteket is, úgyhogy Halipapi Mami mindenkinek. Sziasztok!